Teljesen megtelt a megyeháza Barkóczi terme szerda délután, ahol idén is ünnepi fogadást szerveztek azoknak az általános iskolás diákoknak és felkészítő tanáraiknak, akik az elmúlt tanévben a legsikeresebben szerepeltek a tanulmányi versenyeken. Heves megye tekintetében az oktatásban nagyon-nagyon szép eredmények vannak, és jó úton járunk így együtt közösen. Ennek a sikernek nagyon sokan részesei. Martonni Adler Ildikó alpolgármester beszédében a tanároknak mondott köszönetet áldozatos és kitartó munkájukért. Hogy a tehetségből hogy válik aztán valójában sikertörténetté, sikeres emberré, az a tanáron múlik, hogy hogyan képes ezt a gyémántot valóban csiszolni, és természetesen a támogató szülői háttér is szükséges, aki hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy a tehetségét valójában ki tudja bontakoztatni. A legjobban teljesítő diákok elismerő oklevelet vehettek át, de 4 kategóriában díjazták az intézményeket is, ahol a legjobb 6, illetve 8 évfolyamos gimnáziumnak alapított Vándor Serleget, az Egri Dobó István gimnázium, míg a legjobb művészetoktatási intézménynek járó díjat az Eventus vehette át. A legeredményesebb tehetséggondozó pedagógus emlékplakettjét idén Molnár Ferenc, az Egri Hunyadi Mátyás általános iskola pedagógusa kapta meg, aki dr. Sesták Attilától, a Heves megyei kormányhivatal főigazgatójától vehette át az elismerést. Sajnos nagyon sok tanár kollégám van, aki ezt nem tudja megkapni. Én úgy gondolom, hogy azért ezt a díjat még egy picit azért virtuálisan is, de nekik is továbbítanám azért, hogy nekik is adjon erőt, és igenis ennek van értelme, ennek a tehetséggondozásnak is. És ha mindenki csak egy pici örömet talál benne, akkor az úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikerélmény, mind diáknak, mind tanárnak. A díjátadót 1993-ban még a Heves megyei pedagógiai intézet alapította, ezt a hagyományt azonban az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Központja tovább folytatta.